Ez itt a Kaposmenti magazin, köszöntöm nézőinket! Nigériai delegáció a dombóvári Birkamajorban. Cél a tapasztalatszerzés és a sok éves együttműködés megerősítése. Kitüntetése, konferencia, rehabilitáció. Dombóvár egészségügyi fejlesztéséről is beszéltek. A legkisebbekkel ünnepelték a Halloween-t, tökparti dalmandom. Szakmák vására Dombóváron. Rekordszámú látogató volt az eseményem. Nigériai delegáció érkezett a dombóvári Agrárbéta Kft.-hez. A látogatás célja a két fél közötti sokéves együttműködés megerősítése és tapasztalatgyűjtés. A delegáció megtekintette a Dombóvár mellett található Birkamajori telepet, valamint a Kaposszegcsői üzembe is ellátogatott. Még 2016-ban kezdődött, amikor Molnár István egy magyarországi delegáció tagjaként részt vett egy nigériai látogatáson, ahol különböző megbízásokat kapott nigériai kormánytól a vállalkozása, az Agrárbéta Kft. Ehhez tartozott a hulladékgazdálkodások áttekintése, és erre kellett javaslatokat tennie a cégnek. Ekkor indult az együttműködés. Amin ott csúcsosodott ki, hogy az Áriai Egyetemmel közösen létrehoztunk egy bioenergia farm tervezetet, nigériai körülmények közé leadaptálva. Azt a bioenergia farm tervezetet adaptáltuk le, ami nálunk akkor már működőképes volt és működött több éve. Ennek a folyamatnak aztán különböző állomásai vannak, engedélyeztetési eljárások, magyar hibridek, kukorica hibridek engedélyeztetése Nigériában, készfertőtlenítő engedélyeztetés, stb. Aztán sajnos közben jött a Covid, ami nem csak Magyarországon, önállók is lezárt országhatárokat jelentett, és így nem tudtuk folytatni ezt a kapcsolatot, majd ez év tavaszán újraindult, így most a második delegáció érkezik hozzánk ezzel kapcsolatosan. Több államot érint Nigérián belül az a koncepció, amely vidékfejlesztési elképzeléssel van egybeépítve, tette hozzá Molnár István. Ezek közé tartozik a Zári környéke, az Ekiti állam környéke, illetve most Abia állam környéke, így kerültek hozzánk most az Abia állam vezetői, kormányzójai és országgyűlési képviselők megtekinteni azt a rendszert, amit mi is sikeresen működtetünk 12-14 éve. Tapasztalatszerzés a célja a nigériai delegációnak. Az itteni körülmények természetesen nem azonosak az afrikaival, ezért mindent a déli kontinens és azon belül Nigéria természeti földrajzi körülményeire, klímájára kellett adaptálnia a magyar félnek. Más közgazdasági körülményekről, más emberi tudásról beszélünk, ezért ez az egész rendszer egy picit lebutított, és ez macskaköröm rendszerként plusz technológia beépítésekkel adaptálva van a nigériai körülményekhez, és most azért jönnek ide, hogy megnézzék saját maguk, és értekezzünk a műszaki, technológiai, kivitelezési dolgokról, hogy tisztában legyenek azzal, hogy hogyan is néz ki egy ilyen rendszer, és mi kell a működtetéséhez. Az ehhez szükséges pénzügyi beruházást a nigériai partner biztosítja. Ezt ők finanszírozzák, nem mi finanszírozzuk, mi úgynevezett technológiai segítők vagyunk ebben az egész rendszerben, tehát adjuk a know-how-t mögé, adjuk az oktatást mögé, hiszen a Matéval van egy együttműködési megállapodásunk, hogy amennyiben ez a program Nigériába elindul, akkor a biotechnológiát ismerni kell a szakembereknek, akik ezt működtetni fogják, tehát sok minden ráépül Magyarország tekintetében, ha sikeresen tudjuk lezárni ezt a projektet, és megállapodás fog a végén születni köztünk, hogy ők ezt ki akarják vitelezni otthon. Ezen a feladaton sok szakember dolgozik itt Dombóváron és az ország más régióiban, városaiban. Körülbelül 8-9 fő mérnök dolgozik, nem csak Dombóváron itt nálunk, hanem Gyöngyösön, a Maténál, Budapesten, Halásztelken például, nehéz lenne összeszámolni pontosan, hogyha az egész rendszert nézzük, és csak a mi oldalunkat, akkor itt is legalább 4-5-en foglalkoznak ezzel a különböző kérdéseknek és feltett problémáknak a megválaszolásával. Az Agrárbéta Kft. Többször járt már Nigériában és Gánában is. A kölcsönös jó kapcsolat eredményes munkát hoz. Hát szerintem Nigériában legalább 20-30 alkalommal voltunk várként, mióta elkezdtük ezt az egész rendszert. Akkor, amikor
zárjával összeraktok, akkor lényegében két havonta legalább egy hetetként voltunk a kinti mérnökökkel, villamos rendszer felügyelőkkel, mint nálunk az MVM, ilyenekkel tárgyalni a rácsatlakozási pontoktól kezdve a decentralizált energiaellátási rendszer kialakításáig. A delegáció megtekintette a Dombóvár mellett található birkamajori telepet, valamint a kaposszekcsői üzembe is ellátogatott. A rehabilitáció Dombóvár egészségügyi sorsa hangzott el azon az ünnepségen és konferencián, ahol a város kórházának dolgozóit köszöntötték. Lukács napján ünnepelte az intézmény, az eseményen pedig Dombóvár polgármestere az egészségügyi fejlesztésekről is beszélt. Színpadon a dombóvári kardiológiai rehabilitáció olvasható a kivetített képen. A helyi művelődési házban tartottak ezzel a címmel rendezvényt, ahol elismeréseket is átadtak az egészségügyi dolgozóknak október 18-án. Ezen kívül a polgármester köszöntötte a kórházi dolgozókat, beszélt a tervezett fejlesztésekről, valamint tudományos konferenciát is tartottak az eseményen. Lukács napja van, és a kórházat, mint a Dombóvári Szent Lukács kórházat, ugye a névnapját ünnepli a mai napon. Ez évek óta egy visszatérő rendezvény, amit közösen ünnepelnek a dolgozók. Ilyenkor kerülnek átadásra a kitüntetések, illetve a díjazottakat közösen ünnepeljük. A kórháznak a fő profilja az a rehabilitáció, mint mozgásszervű, mint kardiológiai rehabilitációról beszélünk, és valóban a nyár folyamán egy országos találkozó zajlott itt, a kardiológiai szívbetegek egyesületének a találkozója volt egy versennyel egybekötve, és hát szeretném bővíteni majd a kardiológiai rehabilitációnak is a területét, mind ágyszámban, mind pedig a lehetőségekben. Ahogy polgármester úr is elmondta, terveink között szerepel egy tanösvénynek a kiépítése, amelyet részben hát a kórházi betegek tudnának használni, és természetesen Dombóvárváros lakosai ugyanúgy igénybe tudnák venni ezt a lehetőséget. A konferencia az szinte teljes egészében a kardiológiai rehabilitációról, egészen elindulva az akut fázistól, amikor valaki egy szívinfarktust kap az utcán, egészen odáig, hogy egy kardiológiai rehabilitáció során milyen szakemberekkel találkozik a beteg, és ott mi történik vele, amíg teljesen fel nem épül és vissza nem tud térni a mindennapi életében. Mind a felszereltségben, mind pedig a szemléletmódban van fejlődés a rehabilitációban. És hát nem csak Magyarországon, világszerte nagyon magas a kardiovaszkuláris megbetegedések, illetve hát a halálozásnak is a száma sajnálatos módon. És a kardiológiai rehabilitáció hivatott arra, hogy felkészítse azokat az embereket, akik már valamilyen szinten kardiológiai betegeknek, vagy nagyon nagy kockázatúaknak minősülnek, hogy az életmód váltásukkal próbáljanak egészségesen élni és megelőzni a korábbi szövődményeket. Általában az osztályon ez egy 3 hetes bentartózkodást jelentene. Nyilván ennek is megvan az oka, hogy miért ennyi az idő, tehát egy akut infarktus után körülbelül ekkor érjük el azt a szintet, amikor már a szövődmények száma jelentősen lecsökken. Ambuláns kardiológiai rehabilitáció még nem működik Dombóváron, de nagyon szeretnénk majd a későbbiekben ezt is elindítani. Elsősorban a saját életmódjával tud a legtöbbet tenni azért, hogy önállóan ne ismétlődjön meg ez a kardiovaszkuláris történet. Tehát a mi feladatunk az lenne, hogy őket felkészítsük erre, oktassuk őket a saját betegségükről, a lehetőségeikről, és nyilván, hogyha ők meg tudják fogadni ezeket a tanácsokat, az iránymutatást, akkor jó esélyük van arra, hogy a későbbiekben ők egy teljes egészséges életet éljenek. Szívbarát diéta az egy nagyon fontos része a dolgoknak, talán a legfontosabb része a rendszeres testmozgás, dinamikus testmozgásnak a végzése, ami a mint a szív, mint az érrendszeri betegségeknek az egyik alapköve. Nyilván azért ezek a betegek nem maradhatnak gyógyszer nélkül, tehát egy optimális gyógyszerelés és megfelelő gyógyszerszedés az nagyon fontos része az egész történetnek. És hát nyilván ennek van egy lelki oldala is, tehát a pszichés vezetés is nagyon fontos, hogy ezt a betegek fel tudják dolgozni és el tudják fogadni, hogy ő nekik mostantól egy picit változtatni kell az életükön, és hogy hogyan tudnak ebbe tovább lépni. A polgármester szerint eldől Dombóvár egészségügyi sorsa, a rehabilitáció a város jövőképe.
Nyilván erre a Gunarasi kórház már évek óta biztos pont volt, és a városi kórház tekintetében is azt látjuk, hogy ez az a kitörési pont, ami a talpon tud maradni. Nyilván miután már igazgatóra többször egyeztettem, és azt gondolom, hogy Üdvesszínfor Dombovár életében Friedrich Gábor főorvos úr jelenléte, hiszen a tavasz során megegyeztünk abban, hogy a Szent Lukács kórházat és a szállásréti tó környékét összekötjük, és a város kiemelt feladatként kezeli, hogy oda egy olyan rehabilitációs szabadtéri foglalkoztatókat hozzunk létre, amely a kórház szempontjából átjárató, és ami nagyon fontos, hogy a város összes lakója részére bármikor igénybe vehető. Nagyon remélem, hogy ez a projekt jövő év tavaszára el fog készülni, és nagyon tudunk előrelépni ebben a szakmai kihívásban is. A nyáron egy örömteli eseménynek is házigazdája van Dombovár, és én itt viccesen meg is jegyeztem, hogy azt mondom, hogy a rehabilitáció jól működik, hiszen az országok minden részéről több mint 400 szívbetegségen átesett, vagy napjánk is azzal küzdő ember jelent meg sportolni. Megítélésem szerint közelebb volt a hőmérő a 40 fokhoz, mint a 30-hoz, és a helyszínen lévő esetkocsinak a 3 nap alatt egyetlen egy esetben sem kellett beavatkozni, úgyhogy még egyszer szeretném aláhúzni, szerintem a rehabilitáció jól működik. Az esztikának a felújítása elkezdődött, a műszaki tartalmat nem lehetett megbontani, ezért azt gondoltuk, hogy egyben ki lett írva, két szakaszra bontva, és nyilván az első támogatási forrás egy csekély ahhoz képest, amelyre napjainkban kerül ez a beruházás. Ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy nem sok minden válasz már minket a boldogságtól, csak 1 milliárd forint egyedi kormányzati döntésből kellene, hogy érkezzen forrás Dombovára, és én annak adtam hangot, hogy nagyon reménykedek benne, hiszen bármikor is bármilyen kormányzat volt, azon az egészségügyet mindig mindenki preferálta. Egyébként a Lukács napjára szervezett konferencia egyik célja az volt, hogy közelebb hozza a Dél-Dunántúron tevékenykedő orvosokat, szakdolgozókat. Így a vendégek között volt, aki a vármegye másik településéről, másik intézményéből érkezett a dombóvári eseményre. Dalmandon sok éves hagyománya van a tökpartinak. A legkisebbektől egészen a felnőttekig mindenkit igyekszik megmozgatni a rendezvény. Utcai felvonulással, számtalan játékkal, jelmez és tökfaragó versennyel várták az érdeklődőket. A dalmandi önkormányzat már évek óta rendszeresen megrendezi a tökpartit. Ez a buli az óvodás és az általános iskolás gyerekek számára egyaránt egy jó szórakozást jelent. A program kora délutántól egészen estig tart, és szinte minden korosztályt megmozgat, de elsősorban a gyerekeket. A tökpartink az egy Halloween helyett tökpartinak neveztük el ezt a kis bulit, amit rendezünk minden évben a gyerekeknek. Hát nagyon népszerű lett, most már egyre, évről évre többen vagyunk. Mondhatom azt, hogy 150-200 főt is eléri a létszám, aki itt megjelenik. A program gyülekezővel kezdődött az általános iskola tornatermében, aztán egy felvonulás következett. A szülőket is igyekeznek bevonni az eseménybe, ezért több versenybe is benevezhettek a résztvevők ezen a vidám napon. Rémséges süteményeket sütnek a szülők, jelmezbe öltöztetik a gyermekeket, nagyon sok jelmezes felvonulónk lesz a mai nap folyamán is, és tök faragó versenyt hirdetünk meg, készen hozzák a faragott tököt, és azt is nyilván oklevéllel és kis ajándékkal jutalmazzuk. A jelmezverseny minden évben nagy népszerűségnek örvend. Az óvodások és az általános iskolások is alig várták már, hogy beöltözhessenek valamilyen izgalmas jelmezbe. Már hetek óta erre készültek. Minek öltöztél ma? Boszorkány. Elsős vagyok, és zombinak öltöztem. Az önkormányzat étellel, itallal, édességgel várta a tökparti résztvevőit. Zsíros kenyeret készítettünk lilahagymával, csokoládéval, cukorral készültünk a gyerekeknek, és forró citromos teával. A rendezvényre szeretettel várták az óvisokat és a kisiskolás gyerekeket és családjaikat, hiszen fontos célja az önkormányzatnak, hogy összehozza a faluban élőket. A tökpartis rendezvénnyel az a célunk, hogy mi évről évre megrendezzük, ugyanúgy, ahogy a húsvértoló rendezvényünket, ahogy a karácsonyváró rendezvény. Tehát az a célunk, hogy minden korosztályt mozgassunk, és ez most már évek óta ez a cél, hogy húsvétkor is a gyerekeket, ilyenkor a gyerekeket egy karácsonyváró rendezvényen, hát persze ott a gyerekek is vannak, de inkább a felnőtt korosztály jelenik meg, hogy minden korosztály és korcsoport megjelenjen a rendezvényeinken. Az önkormányzat a tökpartin kívül húsvétkor és karácsonykor is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket. Igyekeznek minden évben olyan programokat szervezni, amelyek minden korosztályból minél több ember megmozgatására alkalmasak, ezzel ápolva a falu közösségét.
Szakmák vásárát tartotta a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum szakképző iskola és kollégium Dombóváron. Az eseményt már egy évtizede rendezi az intézmény. A pályaválasztás előtt álló diákok standoknál próbálták ki a különböző ágazatok tevékenységeit. Szakmai, nyílt napot tartott Dombóváron a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum szakképzőiskola és kollégium. Az ide látogató 7-es és 8-os gyerekek tanműhelyeknél próbálták ki a különböző ágazatok tevékenységeit. Rekordszámú látogató volt a programon, mondta Bükösdi Olga, igazgató. 220 általános iskolás jelent meg ezen a rendezvényen. Szakcs, Kocsola, Mágocs, Vásárosdombó, Kaposzekcső, a két dombovári általános iskola, tehát tulajdonképpen idén mindenhonnan elhozták a tanulókat ide, minden általános iskola megjelent, sőt, ovisok is vannak, van nekik is vetélkedő, tehát igyekszünk ezt egy olyan nagy rendezvényé alakítani, ami a város életében is egy komoly színfolt lehet. A rendezvényen többek között az építőipari, faipari, gépészeti és a szépészeti ágazat szakmáit is megtekintették az érdeklődők, mondta az igazgató. Igyekszünk nagyon-nagyon széles spektrumot mutatni a gyerekeknek, és igyekszünk a nagyon-nagyon jó tanulóknak is lehetőséget adni, és azoknak is, akik egy kicsit lassabban érnek be arra, hogy középiskolások legyenek, nekik ajánljuk az orientációs osztályunkat. A fodrász tanműhelynél a látogatóknak új frizurát készítettek. Azért választottam igazából ezt a szakmát, mert itt ki lehet élni a kreativitásodat is, és én nagyon imádtam mindig hajakat csinálni, úgy kiskorom óta megszállottságom volt az, hogy hajakat csináljak. Az iskola a jövőben is tervezi megtartani az eseményt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!